Sziasztok! Néhány héttel ezelőtt hallottam először az Ararat Worship egyik új számát, ezt szeretném nektek bemutatni, és néhány ezzel kapcsolatos gondolatot megosztani veletek. Tartsatok velem! Az Ararat Worship csupán néhány évvel ezelőtt robbant be a keresztény könnyűzenei köztudatba, és megmondom őszintén, hogy bennem kezdetben elég vegyes kép alakult ki a tevékenységükről. Félre ne értsetek, az első pillanattól egyértelmű számomra, hogy zeneileg nagyon magas színvonalú és profi munkát végeznek, és lelkileg is hitelesnek és általuk megéltnek látom azt, amiről énekelnek. Hallottam viszont olyan kritikát a szakmából, ami arról szólt, hogy néhány araráddal prozódiailag kicsit olyan, mintha egy angol szám fordítása lenne, amiben valljuk be azért van igazság, és nyilván eredetileg magyar nyelven születő dalok esetében azért nem ennek a hatásnak az elérése a cél. Ami személy szerint nekem furcsa volt kezdetben, így általánosabban az Araráttal kapcsolatban, és ez egy teljesen szubjektív meglátás, lehet velem vitatkozni, lehet engem elküldeni mindenhova, hogy nekem az énekdallamok elsőre furák, szokatlanok, talán azt is mondom, hogy keszekuszák voltak. Sokszor számomra szokatlan lépések vannak a dallamokban. Persze tudom, hogy ezt lehet előnként is értelmezni, mert valljuk be, tényleg kialakult egy néhány év leforgás alatt egy olyan hatás, hogyha mondjuk rákattintok egy dalra, akkor 10-15 másodperc elhangzása után meg tudom mondani, hogy ez egy Ararat dal. Nem tudom, hogy ez tudatos volt-e, vagy ösztönösen alakult ki, de mindenképpen el lehet mondani, hogy kialakult egy ilyen Ararat-szerű dallamvilág vagy hangulatvilág. Na de beszéljünk konkrétan a Tűz által felelt című számról. Alapvetően ezt a videót majd a szövegre szeretném kihegyezni, viszont nem tudok elmenni mellette, hogy milyen igényesen és profin van az egész zene összerakva, felvéve és megkeverve, úgyhogy meg is mutatom nektek az intrót. Minden szuper zeneiség ellenére nekem ebben a dalban a szöveg volt az, ami megragadott. Ennek nyilván az lehet az oka, hogy mostanában olyan dolgok történtek velem lelkileg, amik miatt különösen erősen rezonálnak a lelkemmel ezek a sorok. Fel is olvasnám nektek a dalnak a szövegét prózában. Meddig visz a lábad két felé? Hova menekülsz, te nép? Mindenhol a földön látlak én, karom nyújtva van feléd. Halld meg, én ott állok az ajtód előtt, nincs késő még, hogy visszatérj. Így szól a kezdet és a vég. Halld meg, én sasszárnyakon hordoztalak. Így szól az Úr, ki felemel, az, aki tűz által felel. Én vagyok erőd és gyógyítód, nincsen más igaz és jó. El nem hagylak én, kezed fogom, szíved visszafordítom. Itt van az oltár, itt ez a szív, gyulladjon tűz, népet téged hív. Hogy ez a bemutató teljes lehessen, azért a prózán túl zenéből is mutatok nektek olyan részt, ahol szöveg van. Nézzük például az első verszakot. Meddig visz a lábad két felé? Hova menekülsz, te nép? Ezt a szöveget hallgatva nekem az jutott eszembe, hogy nézőpont szerint mennyiféle keresztény könnyűzenei szöveg van. Van például olyan, ami a gyülekezetnek szól, a gyülekezetet szólítja meg, ilyen például a Gyere te is velünk az Úr színe elé, vagy a Jöjj itt az idő, hogy dicsérd. Vannak olyan dalok, amikkel saját magunkat buzdítjuk, ilyen például a Lelkem áld az Urat, vagy az Ágyad lelkem. Vannak Isten felé forduló imádságok, ilyen például az Itt vagyok most, jó Uram. És vannak olyan dalok, és ilyen például a Tűz által felel, amik Isten szemszögéből vannak megírva. És az, hogy egy dal milyen szemszögből van megírva, azért érdemes egy kicsit tudatosabban elemezgetni, mert nagyon sokat segíthet nektek egy szentmise, Isten tisztelet vagy dicsőítő alkalom dalainak a kiválogatásakor,
Én sokszor azt tapasztalom, hogy sajnos a zeneiség sokszor erősebb szempont, mint a szöveg, és hajlamosak vagyunk, én is hajlamos vagyok ösztönösen zeneiség alapján válogatni a dalokat, de magamnak is most kicsit az orromra koppintok, hogy igenis legyen a szöveg az egyik legerősebb, vagy akár a legerősebb szempont a dalok válogatásakor. Ebben a dalban például egy picit az orrunkra koppint a Jóisten, hogy biztos az ő szavát követjük? Biztos az ő országát építjük? Ugyanakkor ott van a dalban az a fajta reménység is, hogy bármilyen messze sodródjunk az Úristentől, ő mindig utánunk nyúl, és mindig nyitva van felénk az ő karja és szeretete. És rajtunk múlik, hogy mennyire engedjük magunkat távol sodródni az Isten szeretetétől. Legyen ez a dal különösen adventben egy nagy piros felkiáltójel, hogy akarjunk közel maradni a Jóistenhez, akarjunk a jelenlétében lenni, akarjunk a szeretetéből részesülni. Itt a videó végén még nem tudom megállni, hogy ne vágjon be a dal számomra a legkatartikusabb pillanatát. Engem nagyon megfog, amilyen zenei eszközökkel van megtámogatva ez a visszatérés. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett a témafelvetés, vagy a gondolatok, amiket mondtam, akkor osszátok meg ezt a videót barátaitokkal, ismerőseitekkel, zenekaros társaitokkal. Nyugodtan vitatkozzatok a gondolataimmal a komment szekcióban, írjátok le, hogy nektek melyik rész tetszett a dalból, nektek miért tetszik a dal, nektek miért nem tetszik a dal. Beszélgessünk erről bátran, és ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornámra sem. És tudjátok, a szemüveg nem jó hallásra, viszontlátásra.